Ausztrália ellen kezdi meg szereplését a magyar férfi teniszválogatott a Davis Kupa új lebonyolítású döntőjében. Egyetlen torna keretében találkozik Madridban, Innsbruckban, illetve Torinóban a világ 18 legjobb csapata. Az elődöntőket és a döntőket pedig a spanyol fővárosban játsszák. A mieink Olaszországban próbálják meg kiharcolni a továbbjutást, amely korán sem tűnik egyszerű feladatnak az ausztrál és a horvát válogatott ellenében. Óriási dolog, hogy ott lehetünk a világ legjobb 18 csapata között itt a Davis Kupa döntőben. Az új lebonyolítási rendben most már ugye három különböző helyszínen játsszák a kvalifikációs meccseket. Ha megnézzük a ranglista helyezéseket, akkor a mi csapatunkból ugye Fucsovics Marci van ezen a szinten, és az egyes számú játékosunknak természetesen lesz esélye bármelyik mérkőzésén. Nem tudom, hogy kik fognak a másik oldalon állni, de valószínűleg Cilic, illetve Dominorral fog játszani. Két nagyon jó játékosról beszélünk, tehát abszolút ki mérkőzést fog játszani. A második egyesben ott egy kicsit nehezebb dolgunk lesz, hiszen ugye Balázs Attila egyéniben biztosan nem tudja vállalni a játékot, tehát egy fiatal fog bekerülni a második egyesben, aki lehet Piros Zsombor, Marozsán Fábián vagy Valkusz Mátéd. A csapat vezéregyénisége Fucsovics Márton 2010 márciusában szerepelt először a magyar Davis Kupa válogatottban, és azóta 45 mérkőzésen lépett pályára. Az utóbbi években rendre rajta múlt a siker, és ez vélhetően most sem lesz másként. Imádok Davis Kupa meccseket játszani, régebben imádtam hazai közönség előtt játszani, sajnos most egy új rendszer van a Davis Kupában, tehát nem itthon fogunk játszani, hanem az összes csapat egy helyen. Remélem, hogy azért sok magyar szurkoló kijön és szurkol nekünk, illetve itthonról is remélem sokan fognak szurkolni. Davis Kupa az mindig egy más verseny. Amint mondtam, itt másfajta szurkolás szokott lenni, mint egy ATP 1000-es vagy egy kisebb versenyen. Megpróbálom legtöbbet kihozni magamból, felveszem a magyar melegítőt, magyar színeket, és akkor ez megdobbantja a szívemet. Marozsán Fábián is esélyes arra, hogy pályára léphessen Torinóban. Bíztató előjel számára, hogy a bergámói Challenger tornán november elején az elődöntőig jutott. Én reménykedem benne, hogy vagy párosban, vagy egyéniben azért be tudok mutatkozni. Senkinek nem lesz könnyű dolga, nagyon nehéz csapatok ellen játszunk. Én azt gondolom, hogy esélyt kapunk bármiben, és akkor nagyon oda kell figyelnünk, 100%-ot kell otthagyni a pályán, és lazán kell játszanunk, és élvezni kell minden egyes pillanatát, és remélhetjük, hogy egy meglepetést tudunk hozni, akár én, akár a Zsombi, akár a Máté, aki oda kerülhet. Nagyon jó eredmény volt, ugye mondhatni, hogy életem egyik legjobb sikere így az elmúlt évek után. Azt mondom, hogy talán így egy picit megnőttek az esélyeim arra, hogy talán meccset is tudjak játszani, aminek nagyon örülök. Mindenféleképpen azt mondom, hogy segített egy kicsit legalább felmérni azt is, hogy én mit tudok az ilyen szintű játékosok ellen, és remélem, hogy azért ez egy pozitív lökést tud adni, hogy azért van keresnivalom az ilyen 100 körüli játékosoknál. De vajon Fucsovics Márton szerint elképzelhető-e, hogy meglepetést okozzon a magyar csapat? Szerintem igen, és azért is, mert jönnek a fiatalok. Jól játszottak az elmúlt pár hétben, motiváltak, ők a jövő, úgyhogy most már nekik is oda kell tenni magukat. Optimista vagyok, és azért megyünk ki, hogy nyerjünk és tovább jussunk. De tegyük hozzá, hogy nagyon jó ellenfeleink lesznek, Horvátország és Ausztrália. Egyik mérkőzésen sem mi vagyunk az esélyesek, de már nagyon sokszor borítottuk a papírformát, remélem, hogy most is tudunk meglepetést okozni.